Remélem a csalódottságot most mindenki elfelejti, hiszen egy nagyon fontos mérkőzés vár rá. Eddigi mérkőzéseiken is láttuk, hogy a Pécs milyen agresszív csapat, ugye Zsajkót nyilván már ismerjük régóta, és Szekszárdon is ezt a védekezést képviselte, úgyhogy szerintem talán ezen a mérkőzésen ez lesz a legfontosabb, hogy erre hogyan tudunk reagálni, hogy ne legyen annyi eladott labdánk, mint mondjuk az előző mérkőzésen, hiszen ott nagyon sok volt, úgyhogy szerintem ez lesz a kulcs, hogy a saját ritmusunkban tudjunk játszani, és ne tudják megtörni ezt az agresszív védekezéssel. Szerintem egy nagyon fizikális és kemény mérkőzés lesz, mert a Pelsznek a külső és a belső passzi is nagyon erősek, de bízom benne, hogyha fegyelmezetten játszunk, és mindent megcsinálunk, amit megbeszéltünk, akkor egy győzelemmel tudjuk befejezni ezt a válogatott előtti szakaszt. Közben volt egy nemzetközi mérkőzésetek is, az ott nyújtott teljesítménnyel mennyire vagy elégedett? Nyilván mindenki csalódott, mert nagyon megszerettük volna nyerni ezt a mérkőzést, és tudtuk, hogy fontos a továbbítás szempontjából. Rosszul kezdtünk, aztán fája voltunk, viszont sajnos nem sikerült a győzelem, és tényleg nagyon-nagyon sok eladott labdánk volt. Nem sok időnk volt azután, úgyhogy átbeszéltük a hibáinkat, úgyhogy remélem a csalódottságot most mindenki elfelejti, hiszen egy nagyon fontos mérkőzés vár ránk. Igazából rögtön másnap már utaztunk ide, tehát edzeni nem nagyon edzettünk, inkább mentálisan készültünk fel taktikai dolgokból, úgyhogy pihenés, hát ugye így az utazás alatt amennyit tudtunk, igazából nem sok pihenés volt, de úgy gondolom, hogy ugye ez az utolsó meccs így a szünet előtt, úgyhogy mindent ki kell adni magunkból, és az lesz a cél, hogy megpróbáljunk nyerni most a Miskolcon. Egy nagyon szoros és nehéz mérkőzésre számítok. Mind a két csapat egy hosszú sorozat után van, nagyon sok meccset játszottunk az elmúlt egy hónapban, és úgy érzem, hogy mind a két csapat eléggé fáradt, viszont egy nagyon kemény mérkőzésre számítok. A 2021-től járunk szinte minden meccsen. Mit várnak ebben a szezonban? Mi lehet a reális cél? Reális cél? Hát mindenféleképp a bajnokság megnyerését küzdtük ki magunk elé, és ezt reális célnak is tartjuk. Ugye megerősödött nagyon a Győr, a Sopron, a Pécs is, de bízunk benne, hogy így is elsők tudunk lenni. Mai mérkőzésen a Pécs lesz az ellenfél, ettől a találkozótól mit várnál? Hát ettől a találkozótól mindenféleképp győzelmet várok, a két legutóbbi vereségünket remélem sikerült kiheverni, és a lányok összeszedték magukat, hogy győzni fogunk. Nem csak a kosárlabdának, a labdarúgásnak is híve vagyok, de az utóbbi időben a kosárlabdában értük el szép sikereket. Bérletünk van ebben a szezonra, az elmúlt szezont is végig követtük, és most is győzelmet várunk a csapattal. Yeah, legend status, ask about the name, I've been putting in work, collect the fame. Up in the step while they watching the ten in the game, either you in it or just a critic, man, we ain't the same. I'm focused on making this history, and to my top five, list this list of me. I never got an L on pass, this ain't no breeze. I had to make the work out last, the bill of steam, it's different degrees. And nobody could just hit with the ease, it never been easy.
második negyedben sikerült egy kicsit rákapcsolni a csapatnak. Elégedett vagy a teljesítménye? Hát még nem teljesen, de remélem, hogy mindenki azt fogja nyújtani, amit szokott esetleg. Egy végeredményt esetleg tippelnél nekünk? Hát én remélem, hogy egy olyan 10 ponttal fogunk nyerni. Fáradtak voltunk, de mindent tőlünk tehetünk megtettünk. Voltak mindkét oldalon hibák támadásban, védekezésben, és most mindenkire egy pihenés vár, és megpróbálunk ebből jól felépülni, és a következő meccsen minél jobban teljesíteni. Gratulálom a miskolci csapatnak, amit Kinga is mondta, és nem kell elfelejteni, hogy Kinga csak 16 éves. Játékos Sörlokon ma pont ő is nyilatkozik. Ma dobott első kosár a mi oldalon a meccsen. Ez nem kis dolog itt Miskolci csarnokban, ahol mindenki tudja, milyen szurkolás is van. Mi próbáltunk valahol ma, persze akartunk nyerni a meccset, de próbáltunk rotálni is csapat úgy, hogy elsősorban senki nem sérüljön, mert nagyon nehéz sorozatban most vége felé vagyunk. Ez szerintem hatodik olyan meccs, hogy vagy Európa Kupa, vagy Euroliga szintű ellenfelekkel ellen játszunk minden. Ez már volt, szerintem szerdán játszottunk, kevesebb, mint 48 óra alatt játszottunk ez a meccs. Miskolc második fél idő megérdemelte, nyerte szerintem 20 ponttal. A két csapat nagyon fáradt volt szerintem. Főleg az első fél idő játékára nyomta rá a bélyegét. A védekezésben nagyon keményen megtettük, amit megbeszéltünk, és amit próbáltuk az ellenfelünknek a kulcsjátékosait minél jobban semlegesíteni, szerintem ez sikerült. Igazából az első fél időben is volt egy olyan megígásuk, amit kicsit higgadtabbak vagyunk, akkor gyorskosságra tudtuk volna váltani, az nem jött össze, úgyhogy valamelyik negyed végére dőlt el szerintem a mérkőzés. Örülök neki, hogy egy nagy különbséggel sikerült nyelni, mert visszajött az a hangulat a csarnokba, ami az utóbbi időben azért nem volt jellemző. Nagyon küzdöttünk és nagyon keményen dolgoztunk az Euroligába. Ugyanakkor nem tudtunk két olyan meccset megnyerni, mert volt csanszunk. Nyilván csalódottak voltak a szurkolóink, és hát mi is. Úgyhogy örülök neki, hogy sikert kijavítani ezt a hogy más hangulatba belemenni a most következő válogatott szünetbe.